Mi a szabadság? A korlátok hiánya, önmagunk legyőzése, vagy épp egy döntés melletti elköteleződés? Miként lehet szabadon élni a rácsok mögött? Mi adhat szabadulást akkor, ha valaki a függőségek rabságában él? Vajon 8000 méter magasan a szabadság, vagy az emberi élet törékenysége az erősebb érzés? Az Agapé mai adásában is az élet különböző területeiről érkező vendégeinkkel keressük e kérdésekre a válaszokat. Háromszor szemlélte 8000 méterről a világot. Jól ismeri a magasság és a mélység fogalmát. Nem csak hegymászóként, de magánemberként is. Sterczer Hilda, mentálhigiénés szakember, a Hópárduc Alapítvány vezetője, két gyermek édesanyja. Az alapítványt férje Erős Zsolt hegymászó emlékére hozta létre annak érdekében, hogy terápiás célú falmászással segítsen figyelemzavaros gyerekeken. Dr. Perczel Forintos Dóra, klinikai szakpszichológus, a hazai kognitív pszichoterápia és a tudatos jelenlét alapú terápia meghonosítója és elterjesztője, a Semmelweis Egyetem klinikai pszichológia tanszékének vezetője. Szakterülete a depresszió, az önértékelési zavarok, a szorongásos és a stresszel kapcsolatos megbetegedések kezelése, valamint a traumafeldolgozás. Vallja, hogy minden élethelyzetben van döntési szabadságunk, hogy miként éljük meg, és fogadjuk el az adott valóságot. Kocsis Attila, vagy ahogy mindenki szólítja, Fati. A Magyar Református Egyház kallódó ifjúságot mentő misszió drogterápiás otthonának terápiás munkatársa. Szenvedélybetegként érkezett az intézménybe. Ma tapasztalati segítőként foglalkozik a fiatalokkal. 2006-ban befejezett terápiáját újjászületésnek élte meg. Ma már három gyermek édesapja. Jelenleg felekezeti közösségszervezést tanul. Fontosnak tartja, hogy élő bizonyság legyen a világban a változásra. Boros Lajos, a Magyarországi Baptista Egyház börtönmissziójának vezetője. Ő maga sorozatos bűncselekmények elkövetése miatt összesen 30 évig ült börtönben. Ott a Váci Fegyházban tért meg. 2015-ben 56 évesen szabadult. Ma boldog férj és családapa. Börtönökben, javítóintézetekben, iskolákban és gyülekezetekben egyaránt tart előadásokat. Személyes küldetésének érzi, hogy tanúságot tegyen arról, miként is tette őt az Isten a rácsok mögött szabaddá. E kérdés felül indítottuk el mi is beszélgetésünket az Agapé asztalánál. Márciusban ugyanis hétről hétre igyekszünk körbejárni, mit jelent a szabadság fogalma. Mai asztaltársaságunkkal személyes élettörténeteken és tapasztalatokon keresztül próbáltunk választ találni arra, mit jelent szabadnak lenni. Sokan mondják azt, hozzád fordulok Hilda, egy 8000 méternél is magasabb csúcsról, onnan körülnézve. Na akkor aztán az ember megérzi, hogy mit jelent szabadnak lenni, de ezzel párhuzamosan azt is, hogy mennyire törékeny az emberi élet. Így van ez? Ezeket tapasztaltad te is? Igen, igen. Tehát egy a Himalájában 2-8000-es csúcsot is megmásztam, egy harmadikat majdnem, tehát hogy tényleg elég magasról tudtam szemlélni ezt a teremtett világot, és elképesztő azt látni, hogy úgymond a világ legmagasabb pontján állok, amerre csak nézek körös körül végtelen hegytenger, és az is, hogy itt viszont nagyon kiszolgáltatott vagyok. Tehát ott nincs semmi, ami megmentsen. Hogyha én nem tudok itt lejönni, akkor nem fogok tovább élni. Tehát valóban az a törékenység, ami az ember életnek az a minimális része, az a lehelete, amit a Biblia is mond, hogy csak egy pára az életünk, azt nagyon érzi az ember, mert hogy tényleg annyi, ott, hogyha napokat csak eltöltenék, belehalnék. És mégis így körültekintve pont ezt érzem, hogy én emberként csodálatos, hogy feljutottam ide, és ha ez a teremtett világ, amit én látok, ilyen hatalmas, akkor mekkora lehet a teremtő? Ez hátborzongató, és az ember rögtön helyre kerül, hogy igaz, hogy sokat küzdöttem, nagy akarattal, és nagyon sok erőt beletettem én ebbe, de nem én vagyok a nagy, valójában mégsem. Mit is jelent az, hogy szabadság? Hogyan tudjuk megfogni? Lehet ezt onnan megközelíteni, Dóra, hogy mondjuk szabadok vagyunk a korlátainktól, egy olyan állapot, ahol nincsenek korlátok? Azt jelenti a szabadság?
Hát ez nagyon nehéz definiálni, hát rengeteg definíció létezik a szabadságnak, és nagyon attól függ, ugye, hogy az ember, nem tudom, pszichológusként, tudósként, hívő emberként viszonyul ehhez a kérdéshez, de hát szabadság az valami olyas, ami egy választott, tényleg egy döntés melletti elköteleződés talán, amit az ember választ a saját értékrendjének megfelelően, és aztán valahogy így ebben kitart, de tudom, hogy ez egy túl általános, szóval, hogy én inkább abban látom a szabadságot nagyon sokszor így a munkám során a pácienseimnél, hogy mennyire megköti az embert, akár a múltja. Azt mondja, hogy hát én így nőttem föl, hát ezt tanultam, csak így tudok viselkedni, vagy így tudok megoldani helyzeteket, vagy valaki, nem tudom, depressziós, akkor nagyon-nagyon negatívan látja a dolgokat, és ez nagyon-nagyon szép így a pszichoterápiában így megírni, hogy abban lehet segíteni az embereket, hogy valahogy kezdjenek el így reálisabban látni, ne csak a saját, nem tudom, perspektívájukon keresztül, egy kicsit így kitágítva azt, hogy valahogy letérni arról a vágányról, amire azt gondolják, hogy rá vannak állítva, vagy hogy ráállították ők egy gyerekkorukban, hogy nem, ez nem így van. Van egy pont, ahol már nem lehet a szülőket vádolni, és azt mondani, hogy ez azért van, mint 40 éves korában valaki iszik, vagy depressziós, akkor ez azért van, mert hogy gyerekkorában milyen nehézségeken ment keresztül, nyilván köze van hozzá, de mégis 40 évesen ő dönt, hogy most akkor hozzányúl ahhoz a pohárhoz, vagy nem nyúl hozzá ahhoz a pohárhoz. Egy szorongásos, vagy egy depressziós állapotban is meg lehet tanulni, fel lehet ismerni, hogy aha, már megint ugyanaz a régi gondolat, mondjuk depressziónál, hogy úgyse sikerül, nem szeretnek, értéktelen vagyok, ezek a legtipikusabb mondatai depressziós embereknek. És akkor egyszerűen csak így felismerni, hogy hú, hát ez az, ami mindig jön, de nem kell, hogy én ezt, nem biztos, hogy ez igaz, nem biztos, hogy ez így van, tehát valahogy szabadnak lenni ettől a saját perspektívától, és így képesnek lenni váltani, és észrevenni ezeket. Tehát az ember képes leszállni az ilyen kényszervágányról tulajdonképpen, és új utat kezdeni. Számomra azért ez nagyon szép, tehát azért ebben én érzek egy ilyen szabadságot, igen. Ha valamiről, akkor a börtönről biztos, hogy nem a szabadság jut eszünkbe, sőt, annak szöges ellentéte. Most mégis a börtönben nyerted el a szabadságodat, bár utána még évtizedekig bent maradtál. Elmeséled nekünk, hogy ez hogy történt, hogy lehet ott szabadságot nyerni úgy, hogy bent marad valaki? Azt gondolom, hogy a bűnkényszerítő hatalom alatt élő ember nem szabad. Értem az alatt, hogy valamit teszek, amit már nem akarok. Sok szenvedélybetegnél, az én életemben is ez jelen volt, de jelen volt a bűnhöz való kötődésben is úgy, ami már a büntető törvénykönyvben is ütközik. Elég drámai a múltam, én ugye 7-szer voltam büntetve, és mindig, amikor engem kiengedtek, én azt gondoltam, hogy akkor vagyok szabad ember. Közben annak a fogja voltam, amit belül engem legyőzött. A Szentírásban az van megírva, hogy mindenkinek a rabja, ami ott fogva tartja belülről, és itt lehetne meghatározásokat mondani erre. Régen nagyon tetszett nekem egy nagy tanítónak a mondása, valahogy úgy van, hogy önmagának parancsolni a legnagyobb hatalom. Aztán megtértem Istenhez, és rájöttem, hogy Istennek engedelmeskedni a legnagyobb hatalom. Mert Isten az, aki tulajdonképpen szabaddá tudja az embert tenni, itt belülről, az embernek a belső világába. És ha ezek csak frázisok lennének, ha csak beszéd lenne, akkor én nem lennék keresztény, akkor körülbelül egy 3 hónap múlva azt mondtam volna megtérésem után, ez nagyon szép, ami le van írva és amiről ti beszéltek, de ez nem működik ott benne a Váci Fegyházban. Ahol nincs békesség, ahol ember embernek farkasa, meg egyébként is csípa poloska, vagy szóval sorolhatnám. De hogy működik? Tehát amikor nem kívülről van, hanem belülről van, az Isten jelenléte, az tulajdonképpen szabaddá tesz. Azért, hogy tett szabaddára, tudsz valamit mondani, hogy az én megtérésem, a megkötözöttségemet mondjuk így csak érintem a 40-50 száz cigarettát, vagy beszedtem, amit be lehetett szedni, vagy mit tudom én, de hogy én aznap reggel, amikor egy férfivel találkoztam, aki nekem az evangéliumot elmondta, és tulajdonképpen ez, én azt látom az én olvasatomban, hogy ez így működik.
egyik ember elmondja a másiknak az üzenetet. Egyébként tényleg élet és halál van a nyelvünknek a hatalmában. Én embereket vittem börtönbe a múltamba a beszédemmel, hogy mondtam az úgynevezett okosságot a másik embernek. És ő rálépett egy olyan útra, ami egyenes következménye volt, hogy bevezetett a börtönvilág. Az ördögnek mindig az a természet, hogy sokat kínál, keveset ad, végül mindent elvesz. És ott van lecsupaszítva az ember. Én nekem soha nem volt igényem arra, hogy én megtérjek, vagy hogy Isten megismerjem. És én azt gondolom, amikor valakinek egy ilyen igény támad fel a szívébe, az mindig kegyelem. Akkor ott, azon a délelőttön, amikor szembesültem valakivel, aki arról beszélt, hogy ő ismeri Istent, akkor volt bennem egy olyan vágy, hogy én is szeretném megismerni. Ha ez megismerhető, ha valóban megismerhető, akkor én szeretném, hogyha ez nem ahhoz van kötve, hogy én hol vagyok, vagy milyen iskolát végeztem, vagy milyen társadalmi elismertségem, vagy öreg vagyok-e, vagy fiatal, vagy sorolhatnám, hanem ahhoz van kötve, hogy az én szívem nyitott-e arra, hogy én az Isten felkínált szeretetével tulajdonképpen találkozzam, akkor nekem aznap éjjel volt egy nagyon mély bűnvallásom, így tudom elmondani. A nem látható Isten előtt tártam ki az életemet, és beszéltem neki olyan dolgokról, amik ez aztán nem mondanék el, mert vannak az életemnek olyan dolgok, amik mélyen szégyenik le, csak én vagyok így, de akkor ott leomlottak a falak. Ugye a szabadság ez azt jelenti, hogy szabadon szembe tudtál nézni a saját, bocsánat, ezt mondom, bűneiddel, vagy amiket, hogy szembe tudtál vele nézni, hogy erre mondod a szabadságot? Abszolút. A világnak nagyon torz tükre van. Uh-huh. Isten jelenléte az a tükör, ami nem csal, ahol az ember önmagát látja, ha tényleg lecsupaszítom magamat Isten előtt, hogy mezítelenül a lelkemmel megállt Istenet. És van egy csodálatos dolog, nem csak önmagamat látom meg, hanem meglátom azt az Istent is, aki szeret engem. Nem tudom, hogy tesz Isten, de hogy az én belső világomat megtisztította, az biztos. Igen. Neked is volt, bocsánat, egy nagyon mély élményem, mert te pedig javítóintézetben voltál, és igen, ezután jóval találkoztál Istennel, és omlottak le ugyanezek a falak, ugye, hogyha jól sejtem? És mindenki megszólalása nagyon megérint, és nagyon, ilyen, hát úgy mondom én drogos szóval, akkor egy flashback-jeim vannak, mert hogy még egy dal is eszembe jutott, hogy hozd el a kereszthez. Tehát, hogy a bűneidet hozd el a kereszthez. Hát, hogy én is ez a kitárás, ez a felszabadulás. Veled mi történt? Deviáns ADHD-s gyerekként kezdtem egy, még az előző rendszerben a pályafutásomat, és ott ebben a rendszerben egyszerűen nem volt helyem. Tehát, hogy én nem találtam a helyemet. Tehát nem találtam az iskolában sem igazán, a felnőtt társadalomban sem láttam vonzót, a szüleimben sem láttam vonzót, a testvéreimben sem láttam igazán vonzót. Úgyhogy elkezdtem így megalkotni magamat, meg megkeresni így a helyemet. Ami nem tudatos mozdulatok ezek, csak nyilván az az asztal, ahova meghívnak, és volt ilyen asztal, ahova meghívtak, oda férkőztem én is. Hát ennek az asztalnak meg azért volt egy ilyen hozadéka a drog, a nagyon korai alkoholfogyasztás, drogok. És ennek a klasszikus útját jártam be egész fiatalon. Talán egy nagy különbség, ami miközben beszéltél, megjelent bennem a vigasz. Ilyen nagyon erősen megjelent, hogy amikor kegyelmet kaptam én is a megtéréssel, akkor a vigasz az, ami bejött. Tehát, hogy így önmagáért voltam így átölelve, elringatva ebbe az egészbe. Nagyon érdekes, hogy ilyen emlékeket hoz fel. Hmm. És valamilyen személyen keresztül egyébként, vagy valakin keresztül? Sosem kerestem Jézust, egy spirituális éjségem volt. Tehát az ezotériával, a buddhizmussal, a Krisna vallással, nagyon szeretem egyébként a keleti kultúrát. És ez a spirituális éjség volt az, ami szerintem folyamatosan ilyen tudásszom is volt, és azt elkezdtem így kutatni, hogy mi lenne számomra jó. De nem, ez sem volt tudatos, csak ez az éjség vitt előre, és enni akartam. És Jézus volt az, akit így semmiféleképpen nem akartam az életemben, meg a kereszténységet sem, mert az én képem, a gyerekkori képem az olyan volt a keresztényekről, ami nem illett az én magatartásommal, meg viselkedés kultúrámmal. De aztán ő volt az egyetlen, aki ilyen kegyelemből vigasztadott csak így magáira egy létezésben, tehát nem volt
nem volt ilyen extra forduló, vagy nem kellett teljesítenem, nem kellett mormolnom hozzá, vagy tehát nem kellett szinte elmennem hozzá, csak egyszerűen így önmagamat így belerakni. Ez egy nagyon érdekes párhuzam egyébként a urak az élettörténeteitekben, hogy a keresztényekre előtte pont, hogy egy nagyon kötött közösségként tekintettetek, akiknek annyi-annyi terhük van, annyi szabályt kell követniük, hát ők biztos nem szabadok, és most itt ültök, és keresztényként beszéltek az életetekről. Tehát mi volt az a folyamat, tudjátok ezt említetni, ahogy ez a kép átalakult, és rájöttetek arra, hogy a kereszténység nem a kötöttség, hanem a szabadság népe? Ha mondhatom, én azt gondolom, hogy, és megint ide térek vissza, az evangélium, az 2000 éve ezelőtt is aktuális volt, és ma 2022-ben is aktuális. Tehát a keresztről való beszédnek ereje van. Hol? Hát a befogadó embernél. Amikor én hallottam délelőtt az evangéliumot, én döntöttem itt belül. És nekem akkor volt egy nagy konfrontáció, egy nagy traumát éltem át. Soha nem sírtam úgy, és soha nem éreztem egy olyan fajta megszomorodást és fájdalmat, mint akkor aznap éjjel a 37-es zárkában, amikor az Istennek beszéltem a bűneimről, és nem tudtam azt, hogy megélek valamit, amit a Szentírás úgy határoz meg, hogy a világ előtt való szomorúság halált nemz, az Isten előtt való szomorúság pedig megbánhatatlan megtérés szerez. Tehát ott volt egy olyan áttörés bennem, ami nekem, ott nem volt ez tudatos, vagy hogy én ezt kigondoltam, hanem az csak úgy jött, mint mikor a csecsemő rámászik az anyja mellére, elnézést a hasonlatért. De hogy ez egy ilyen valaminek a következménye volt. Így van. Az az éjségnek a betöltés. Másnap reggel nem az az ember kefete. Az Istennek volt egy ilyen átalakító ereje, és hát az az ember, aki mindenben állhatatlan volt, ez volt a jellemző az életemre, hogy semmit nem tudtam, nem volt út, amin én végig tudtam volna menni. A bűnözéssel, mindenbe beletörtem, és mindenbe fél munkát csináltam. De az az igazság, hogy itt ülök az asztalnál, és 28 éve keresztjén vagyok. Tehát, hogy, és ez nem azért, mert én nagyon stréber vagyok, hogy ezt én nagyon jó megcsináltam, hanem azért, mert az Isten tart és vezet ezen az úton. Ez nem egy jó út, én azt gondolom, ez a legjobb út. Nincs jobb út. Amiről Lajos beszél, az abszolút azt a képet vetíti elém, amikor egy völgyből egy magas hegyre megyünk. Benned is, Ilda? Igen, illetve azért ami nekem nagyon érdekes és megfogott, úgy a depressziós soknál, mint a függésben, börtönben, ez az nem vagyok elég értékes. A mitől leszek én értékes, ahogyan mit kell érte teljesítenem. És ugye itt akkor vissza is tartok a hegymászásra, mert ugye azért a mászó az persze szereti magát, tehát hogy én magát a hegymászást, én szeretek fölfele menni, nekem ez az agylövésem, hogy így én szeretek fölfele menni, de ez azért jó elérni a célt is. De hogy azért pont nem rég gondolkodtam el ezen, hogy én a teljesítményem vagyok-e? És hogy mert hogy akkor azért az nagyon-nagyon kellemetlen, hogyha csak az vagyok, amit teljesítek az életben, és hogy ugye a világ azért így ítél meg minket, hogy na, ő az, aki olimpiai bajnok, ez az, amaz, vezérigazgató, stb., de hogy ez a szabadság, hogy, ami az Istenben van, hogy a szeretett gyermekem vagy. És ez az érték, és ez az, ami vagyok, és ez a legfontosabb dolog az életben. És mindegy, hogy hány 8000-esen álltam, vagy mindegy, hogy mit vezetek, de a lényeg, hogy az Isten szeretett gyermeke vagyok, és akkor megvan az a szabadságom, hogy élhetek nyugodtan. És tehetem boldogan azokat a dolgokat, amit teszek, mert semmi nem hajt, hogy hú, annak meg kell lenni, le kell tenni azokat a dolgokat, hanem amit teszek, azt Isten megengedi, hogy letegyem az asztalra. És amikor az első 8000-esemet másztam, akkor úgy indultam el, hogy hát megyek, ameddig majd az Isten engedi. És ott volt a Jézus zászló a zsebemben, hogyha arra kértek, hogyha fölérek, akkor tegyem oda a nepáli ima zászlók mellé. Mert hogy ilyenkor mindenki visz magával egy zászlót. A szponzorának a zászlóját. Neked Jézus volt a szponzor. Igen. Nekem Jézus volt a szponzorom. De hogy ez nagyon fontos, hogy Isten fölvitt. Tehát hogy így is képesek vagyunk teljesítményre, csak akkor nem magamért, meg nem azért, hogy a világ elismerjen, hanem ez egy ilyen járulékos hozadéka az Istennel való együttjárásnak.
nagyon komoly küzdelmekről beszélgetünk, azért most nagyon jó hangulatban telik ez a beszélgetés, de ugye ezek mögött, a történetek mögött írtó kemény küzdelmek vannak, amiket megtapasztaltatok. És Dúra, neked is van családi örökséget, hogy a szabadságért küzdeni kell. Nektek ez a trauma, ez a küzdelem erősen összekapcsolódott ugye a nemzeti történelmünkkel 1956-ban. Mit tanultál gyermekként ebből a küzdelemből, amit láttál a családodon? Igen, édesapám 56-ban a Korvin közben harcolt, és aztán utána a börtönbe is került. Én utána születtem, amikor börtönből kijött, és hát persze benne volt az otthoni légkörben, hogy a szabadságért küzdeni kell, a szuverenitás, az országnak a függetlensége, magyarság az nagyon-nagyon fontos, és igen, pont ezen gondolkoztam, hogy milyen sok szintje van a szabadságnak tulajdonképpen, és hát igen, azért ez egy ilyen családi örökség, hogy így, nem tudom, így ki kell állni az embernek az igazáért, meg amit gondol, ami egy kicsit így a szakmai pályafutásomat is áthatja, mert pszichológusok mindig nagyon elfogadóak, és ez az alap, és engem meg egy kicsit úgy tartanak számon, aki így mer konfrontálni, vagy nem tudom, azért elég sokat, azt gondolom, hogy újítottam így a hagyományos pszichanalitikus felfogáshoz képest, azért a modern pszichoterápiáknak a bevezetésével azért, hogy mondjam, voltak álmatlan éjszakáim itt az igazságért való küzdelemben, amikor azt gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy a magyar emberek is részesülhessenek modern pszichoterápiás kezelésben, ami nem 4-5 év, hanem ami mondjuk 3 hónap alatt, vagy 10 találkozás alatt mondjuk egy pánikbetegséget rendbe lehet hozni, nagyon jelentős javulást lehet elérni, és látom a tanítványaimon, hogy milyen öröm ez nekik. Hát akkor én is itt visszakanyadok a Jóistenhez, hogy tulajdonképpen jobban tudja, hogy az embernek mire van szüksége, mert mi voltunk Oxfordban, és ott tanultam meg, hát ott így kinyílt a világ, ugye a modern pszichoterápia tekintetében, és nem akarom így hosszúra nyújtani, csak azt akarom, hogy én nem akartam elmenni Oxfordban, mert nem tudom, gyerekek születése után pont csak elkezdtem dolgozni, és akkor férjem mondta, hogy de hát el kéne menni, meg mi a lehetőség. És hát tulajdonképpen az akaratom ellenére kerültem be egy olyan helyzetben, ami az egész életemnek tulajdonképpen aztán, mármint hogy a szakmai életemnek a nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos része lett, nagyon sok sikerélmény kapcsolódik ehhez, és hogy ma már ez azért itthon azért egy elfogadott, választható pszichoterápiás módszer, szóval, hogy igen, a szabadsághoz nagyon-nagyon sokféleképpen lehet így kapcsolódni, igen. Ti is szabadságharcosként tekintetek magatokra? Fati például, amikor nagyon nehéz helyzetben lévő fiatalokkal foglalkozol, és hozzád hasonló életutat, bejárókat emelsz ki a mélyből? Itt elhangzott még az elején a szabad akarathoz a döntés. És nagyon tetszett, amit mondtál, Dóra, hogy, tehát, hogy 40, egy 40 éves már ne vekengjen azon. Tehát igen, megtörtént az, hogy ilyen gyerekkorom volt, ez is hozzá, az a részem. Tehát, hogy igazából egészé kell, hogy tegyen. Viszont nem hordozhatom sérelemként. És nagyon tetszik, hogy a döntés szó elhangzik. Mert igen, tehát mellé tudok állni. Tehát, hogy amikor én sokszor megkapom azt, hogy mert olyan szabad vagy. És akkor elgondolkodom, hogy ez számára mit jelent. Én azt gondolom, hogy ami az én munkám során, ahol megjelenik az én szabadságom, az mindenképp a mintaadás. Tehát az, hogy számomra a szabadság az azt jelenti, hogy én merem a jelenben megélni magamat. Tehát az, aki vagyok, az összes gyengeségével, hibáival, de a képességeivel is. Tehát én belemerem rakni a mába magamat, és nem egy ilyen fiktív, majdani magamat kezdem el vázolni, hanem egy jelenben élek. És ez is elhangzott itt tőled, hogy ez egy terápiás helyzet is. Én akkor vagyok szabad, hogyha tudunk a valóságban együtt lenni. Arról beszélni, amit érzünk, vagy a családon belül is így megjelenik az ADHD is, család vagy a családterápiás helyzetek, hogy nekem 3 nagyon különböző gyerekem van, és még a feleségem is különbözik a 3 gyerekemtől, és mi élünk itt így együtt, és én is nagyon különbözöm tőlük, úgyhogy, de hogy ezt egy otthon meg tudja-e tartani az összes mozzanatával, az összes lázadásával, vagy az összes örömével együtt, tehát hogy tudunk-e így együtt lenni, és nekem ez a minta az, amit én próbálok így
magaménak érezni, és azt mondani, hogy, hogy igenis számít az, hogy én egy modell személyiség lehetek. Azoknak a fiataloknak, fiúknak, akik, akik még a szer rabjai, vagy éppen hogy letették, és elkezdtek egy új úton járni, nekik mit mondasz? Hogy lehet eléjük állni, és erről a döntésről beszélni? Hát nagyon nehéz dolgom van vonzóvá tenni a felnőtt életet. Nehéz dolgom van vonzóvá tenni a jelenlegi társadalmi életet is. Nem azért, mert én annyira élem, hanem azért, mert igenis akadályokat is jelent, és azt is jelenti, hogy a szorongással szembe kell nézni. Tehát, hogy a józanságnak nagyon nehéz része az, hogy a félelmeimet megismerem, a józan szorongásaimat, a teljesen természetes szorongásaimat is, amik körülvesznek. Tehát, hogy itt ülünk, és akkor te mit gondolsz rólam, ez egy alapszorongás. És hogy ez nem rossz, tehát ezt úgy biztatni rá, vagy legalábbis megjeleníteni, hogy ez ennek a vállalása, ez nem idegen. Ez nem idegen tőled, ez nem idegen tőlem. Ez bennünk van, ez a természetességünk. Hogy mit mondok, nem szeretnék így jósolgatni. Tehát, hogy azt így, az nem a reszortom. Inkább azt tudom, hogy abban hiszek, hogy láthatják, hogy annak igenis van eredménye. Tehát, amit mondasz, Ilda, hogy az érték alapú, tehát, hogy nagyon nehéz egy olyan világban élni, ahol címkéket hordunk. Tehát én most mondjuk lehet, hogy ennél az asztalnál a drogos címkét hordom, vagy a börtön, vagy a pszichológus, tehát hogy mindenféle címkéket elkezdünk hordani, és ez azonnal is ítéletet is hozhat akár. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy ahogyan én élem az életemet, az mutathatja, hogy ennél több is van, és hogy el lehet jutni, és van ilyen emlékezetes öröm például, mert az anyagozás nem egy emlékezetes dolog. Tehát, hogy 12 évig anyagoztam, de nem emlékszem nagyon sok mindenre. Néha beugrik egy-egy ilyen mocskos sztori, tehát mondhatnám így. De egyébként, ami most történik velem a valóságban, az arra emlékszem, tehát, hogy az jó. És arról tudok beszélni, hogy jó. Hogy ez neki jó lesz-e, vagy ez út, azt nem tudom. Tehát én csak kísérőként vagyok jelen, nem segítőként. Na most valottál arról egy helyen, hogy a döntésed neked is nagyon konfrontatív volt a sajátjaid, nyilván sem a cellatársak, a raptársak, de talán még a saját anyukád sem teljesen értette, hogy mi ez a megtérés történet, és hogy ezt komolyan gondolod-e, és kitart-e majd sokáig. A börtönőrök azt mondták, hogy nevettek rajtatok, amikor cellát vagy szobát kértetek arra, hogy összejáratok együtt imádkozni és Bibliát olvasni. Szóval egy meglehetősen konfrontatív döntésnek tűnik. Hát igen, amikor valaki Istent kezd el követni, és ezt felvállalja, az mindig fehér holló. Különösen egy olyan közegben, mint a börtönvilág. A börtönvilág egy üvegház. Itt éljük az életünket kint, bemegyünk az otthonunkba, bezárodik a kertkapu vagy a lakásunknak az ajtó, és van egy privát szférát. A börtönvilágban nincsen privát szféra. Ott mindig valakinek a górcsöve alatt van az életed, vagy az árkatársad, vagy az őr, vagy a nagytestvér, a kamera, tehát mindig valaki néz tégedet. És hogyha egy ilyen közegben te meg tudod élni a hitedet, valóságosan meg tudod élni a hitedet, akkor az vonzóvá tudja lenni, hogy ezt a szót használja. Mert azt mondja az írás, és ezt meg lehet élni, hogy lehet az ember Krisztusnak a jó illata. Talán így a szolgálatomon belül, akár benne a börtönvilágában, amikor éltem, vagy amióta kint vagyok, azoknak az embereknek, akik hasonló cipőben jártak, mint amiben én jártam, nyilván az Istennek a dicsősége, meg az ő kegyelme, de lehet reménység az életem. Mert ha azt látják, hogy 56 évesen is lehet újat kezdeni, hogy az ember, akinek az életéről mindenki lemondott, hogy még én is önmagamról, ha őszinte akarok lenni, volt valaki, aki nem mondott le. Mert hogy a Hilda mondja az értékekkel kapcsolatban, az értékek mindig azt határozza meg, hogy minek mi mennyit ér, hogy mit fizetnek érte. Egy autó, egy otthon, vagy bármi. De hogy a Szentírásban az van megírva, hogy az ember élete olyan drága volt Istennek, hogy nem arannyal, nem ezüsttel, hanem Krisztus vérével fizetett. Azt mindig el szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy a körülményeket meg fogja rögtön változtatni Isten, mert az én körülményeim se változtak, sőt, még több lett, meg még tovább bent voltam. De hogy ez, és akkor mondták, akkor miért jó? Hát mert te változol. És ez a nagy kérdés, hogy akarja az ember változni, vagy jó abban a sárba ülni, vagy jó abban élni, amiben élem az életemet.
Én azt gondolom, az igazi szabadságra rengeteg meghatározás van a Bibliában. Ami hirtelen szembe jut az, amikor az Isten lélek, és ahol az ő lelke, ott van a szabadság. Ahol Isten jelen van valósággal, ott van a szabadság. És ez nagy kontraszt, hogyha az ember rácsok mögött éli meg, hogyha rácsok mögött lesz szabad az ember. Az némely embernél tényleg figyelem fel, én soha nem sétáltam egyedül. Mindig oda csapódott mellém valaki, hogy Lajos, te tényleg megtértél? Vagy akkor most ez mi? Volt, aki azt mondta, hogy te nem dohány, te dohányozsz. Elvetett tőlem is. Isten? Hát te tényleg megtértél. Neki ez volt a mérce. Aztán volt olyan őr, akinek az volt a mérce, hogy azt mondta, Boros, ha maga mennybe megy, mindenki a mennybe megy. Annak ez jó lenne, de nem én vagyok a mérce. Hanem a mérce olyan Isten, aki előtt az angyal is eltakarja az arcát, olyan szent, én meg azt mondom neki, hogy atyám. Tehát ezek óriási dolgok, hogyha ez mögött tartalom van, nem csak egy útbalom, hogy az ember mondja, hanem meg tudom élni a hétköznapokban. Ez, és csak így érdemes. Tehát a börtön előtt a társadalomban voltál a periférián, aztán a börtönben kerültél Isten miatt egy perifériára, tehát így videóban egy picit más vagy, akkor, vagy más lettél egy picit. Hát igen. Igen. Ez idő felvállalás. De hogy amikor valaki fölvállalja a teljes mellszélesség, és nyilván nem úgy, hogy a mellemet ütöm, hogy én megtértem, de a cselekedeteim, a beszédem azt ábrázolja, hogy van valaki, aki az én életemen megkönnyörült, van valaki, aki az én életet felemelte, nekem nem kell Isten bizonyíték, mikor a gyerekemre nézem. Körülbelül 20 évvel ezelőtt ígérte meg nekem a falak mögött az Isteni lesz családom. Kérdeztem tőle, lesz-e még nekem gyermekem, mert hogy nem volt. Azt mondta Isten, hogy nem hallottátok, hogy csecsemők és gyermekek száját és engem dicsőítenek. És mondhattam volna, hogy ezt behallottam, és néha úgy is gondoltam, hogy be volt nekem dátumozva a Bibliába. De aztán szabadultam, rá 11 hónapra megnősültem, és rá 9 hónapra Margit kórház műtőjébe egy hajnalba ott sétáltam. És kihozták egy fotétől öközönbe a fiamat. Minden normális ember sír ilyenkor, de én nagyon sírtam. Mert eszembe jutott az, ami egyébként is ott volt bennem, hogy ez azért történt, mert Isten megígérte. És van ennek egy távlati része is. Az a kereszt, az az embernek a menedéke is, az az embernek minden java tulajdonképpen, ami ott meg lett szerezve. Szóval sokba került Istennek, még ez a beszélgetés is. Hilde, te is kiálltál az emberek elé az életeddel, és tanúságot tettél, filmet is forgattak erről. Biztos, hogy nem volt egyszerű ezzel neked is kiállni, nem? Mert hogy itt azért megint személyes drámákat és tragédiákat is bemutattok, és felvállaljátok, és felvállalod azt is, hogy az Istenbe vetett hited segít neked ezeket legyőzni, vagy ezeket kezelni. Igen, ez egy pont ez az önazonosság, amit itt most többen felhoztatok, hogy a gyengeség megmutatása. Tehát, hogy, és azt gondolom, hogy ugye egy ember akkor, tehát hogy ez is a szabadság, hogy akkor tudok szabad lenni, hogyha nem kell egy ilyen álca mögött élnem, és csak az erősségeket mutatni, hogy jaj, de szuper vagyok, hanem felvállalhatom azt is, hogy nem, én most fáj, gyászolok. És ez, amit így ez a film meg fog mutatni, ez egy játékfilm, tehát nem én játszom bele magamat, hanem valaki játszik. De visszatérve ehhez az önazonossághoz, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy Istennel tudunk így önazonosak lenni. Tehát hogyha van egy elfogadás, és ez csak is én nekem egyre inkább ez a meggyőződésem, hogy az a szeretet, amit ugye nem tudtunk megkapni, azt az elfogadás, amit nem tudtuk megkapni, azt fel lehet dolgozni, és hogyha valaki hívő, az sokkal jobban lehet egy pszichoterápiába is bevonni, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy jaj, de szeresd magad, hogyha nem éljük át azt, hogy valaki tényleg szeret. Tehát, hogy ezt egy így a bőrünkön érezni, akkor lehet tényleg így nyíltan és szabadon akár azt is felvállalni, hogy igen, amúgy vannak nagyon nehéz dolgok. És hát a Zsolt halál, akkor az Isten, vagy az a hitkrízis, amin ugye keresztül mentem, amin mindenki keresztül megy, akinek egy nagy krízis van az életében, hogy hát hol volt az Isten. És nekem Tapolyai Emőke volt a pszichológusom, és nekem az, tehát két dolog volt, ami nekem nagyon segített ott. Az egyik, az egy kép volt, amit megmutatott, amin egy ilyen Jézushoz hasonló ember volt háttal, és egy másik láthatólag síró embert karolt át. És nekem az nagyon-nagyon a szívembe hatolt, hogy Jézus velünk sír. Hogy ő nem így nézi felül, hogy hát így jártam, ez van, hanem
hanem ugyanúgy megérinti az én fájdalmam, és ott zokog velem, és ő nem akarta ezt. És nekem ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős kép, hogy ő ezt nem akarta, nem volt tervében. A halál nem Isten terve. És a másik ilyen fontos mondat, hogy ez egy bukott világ, amiben benne van a halál is. És hogy ebből a kegyelem az, ami minket ki tud szedni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy kivett ebből, és amúgy nekem az változott meg, hogy hát nekem voltak ilyen válaszaim, ilyen kész válaszaim, ilyen egy kicsit ilyen kegyesként, hogy jaj, hát ez, erről így nem beszélünk, mert tudom, mi a válasz erre a Bibliában, és pont ebben a gyászban tapasztaltam meg azt, hogy így oda lehet szólni az Istennek, így, hogy képzeled te ezt. És hogy ő nem fog elhúzni és nem csapni az ajtót, hanem így szépen türelmesen így végighallgat, és azt mondja, hogy jó van, így is szeretlek, semmi gond. És így elmondja, igen, és lehet hisztizni, és hogy sokkal bensőségesebb lett a kapcsolatunk, és hogy pedig azt gondoltam, hogy addig is, hogy van nekem jó kapcsolatom az Istennel, de hogy azóta még inkább megerősödött, és tényleg ez az atya így szeretet meg tud erősödni. De hát ez a napról napra, tehát, hogy ez valóban a másik része ennek, ez a mindennapos. Valahogy ez jutott eszembe, hogy az Istenkép, amit ti így bemutattok, azért ez kevés embernek az Istenképe. Tehát ez a szerető Isten. És egyébként pszichoterápiában sokszor nehezebb a vallásos emberekkel, mert azért nagy többségben nem ez az Istenkép rajzolódott ki, hogy az ember... Tehát, hogy Istennek azt nem tudom, szeretett, de bűnös gyermeke vagyok. Egy túl szigorú Istenképünk? Hát igen, és hogy nagyon fontos valahogy az, hogy, és akkor egy kicsit ez kapcsolódik persze így a terápiához is, hogy nagyon fontos része az, hogy valahogy pont hívő emberek, hogy lebontsák ezeket az elvárásokat saját magukkal szemben, és hogy képesek legyenek valahogy ne csak mást, elfogadni, hanem saját magukat elfogadni is. De ahogy így hallgatom is ott, hogy azt érzem, hogy nagyon keresztény szempontból közelítjük meg ezt a szabadság kérdést, és hogyha most olyan fülel hallgatom, hogyha valaki nem hívő, az azt mondja, hogy oké, ti hívők vagytok, de hát én nekem ehhez most mi közöm, mert sajnos nem kaptam hitet. Ez nagyon jó, szabad, akkor nekik mondan... üzenjünk valamit, persze. Ez tulajdonképpen keletről jött, a keleti pszichológiából, meg ez a mindfulness, vagy tudatos jelenlét, ami azért most már eléggé ismert, és kezd népszerű lenni, de ami miatt én nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy egyáltalán így behozni Magyarországra, meg azért ez nagyon, nyilván nem csak általam jött össze nagyon sok ember, de hogy nyilván nagyon azért ilyen népszerű, én azt gondolom, nem azért, mert trendi, hanem azért, mert nagyon sok embernek a belső igényére ad választ. És ez a belső igény, ez valami megbékélés, pont ebben a nem tudom, hajszolt egy egyáltalán 21. századi világban, ami bonyolult lett, és maradjunk ebben, hogy bonyolult lett, nagyon-nagyon bonyolult lett, és akár nehéz hívőnek is lenni, és tulajdonképpen, amit ez a mindfulness behoz, a tudatos jelenlét, ez valahogy az, hogy szabadnak lenni, tehát szerintem egy hihetetlen belső szabadságot ad, de nem hívő embereknek is, tehát, hogy szabadnak lenni az elvárásoktól, hogy a dolgoknak hogyan kellene lenniük. Én úgy érzem, hogy ez nagyon ül a mai magyar társadalomra is, nyilván sok másra, de hogy mindig tudjuk, hogy a dolgoknak hogy kéne lenniük, hogy kéne másképp lenniük, és valahogy ebben nagyon érdemes lenne fejlődni, szerintem, és hogy nem hívő emberek ebben nagyon rá tudnak találni arra, hogy valahogy elfogadni jobban saját magukat, elfogadni a valóságot, és hogy ez a valóságnak megengedni, hogy ilyen legyen, és vannak benne jó dolgok, meg rossz dolgok is, és hogy ezért valahogy így, tehát hogy így ítélkezésmentesen így elfogadni, így megbékélni azzal, ami van. És ennek az a fantasztikus ereje, azon, hogy rám is hat egyébként, és nagyon, és ez az egyik nagyon fontos eredménye a mindfulness. Akkor lesznek az, hogy az emberek így megtanulnak megbékélni magukkal, meg a világgal, de csak egy példát mondjak, köszönöm szépen, hogy daganatos betegeknek, tehát először ott terjedt el az egész világon, legelőször a mindfulness és a daganatos betegek életminőségének, tehát ott terjedt el legjobban. Miért? Mert egy olyan helyzet, ami egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet, ami nem nagyon lehet változtatni, de szerintem ez igaz lehet a börtönre, meg bármi másra is, de hogy,
hogy de hogy mégis megbékélni azzal, hogy most, ami most van, az, tehát ez a valóság az úgy rendben van, és azért, mert van egy súlyos betegségük, az az életüknek egy része, de hogy nem radíroz le mindent, nem tesz semmisé mindent, és miközben adott esetben valaki mondjuk jár kemoterápiára, és nincs jól, de onnan hazamegy, mert nem 7x24 órában van ott. Ez a mindfulness abban segít, hogy tudatosítani, hogy amikor ott van, akkor ott van, de amikor otthon van, és a párjával mondjuk együtt ebédel, vagy a gyerekének, vagy az unokájának, nem tudom, mesél, vagy kakaót szürcsölnek együtt, akkor meg az van, akkor meg az a valóság van, és ez is az élet, és én valahogy ezt nagyon-nagyon szépnek látom, hogy ez nem kell buddhistának lenni, de valahogy kapcsolódik így a kereszténységhez is, de hogy nagyon sokat tud adni a nem keresztény, nem hívő embereknek ez a valósággal való kibékülés, hogy ez van. Nekem a hála jut az eszembe. Igen. Tehát, hogy hogy tudni hálásnak lenni. Ugye, amit mondtál, hogy a kemoterápiás, oké, ott rosszul van, de hogy vegyük észre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért ez tényleg tud kapcsolódni a kereszténységhez, hogy ez a hálásnak lenni dolgokért. Tehát, hogy ahhoz, hogy ott vagyok a párommal, ahhoz, hogy, és ezeket így kiemelni, ezeket így felnagyítani. Meg amit a másik, amit mondtál, ez a, hogy elfogadni, hogy ott vagyunk, ahol. Ugye a hegymászásban, a mászásban, ugye pont ez a lényeg, hogy ott vagyok a pillanatban, és mi pont ugye ezt keressük, hogy akkor én ott vagyok, és akik szeretnek mászni, pont azért szeretik, hogy ott nincsen, tegnap volt, 2 másodperccel, itt vagyok most, itt vagyok. És nekem, és egy kicsit azt is szoktam mondani, hogy hegymászol, nem hegymászol lesz, hanem annak születik, tehát nekem mindig is ez volt a felfogásom, amikor a láb Zsoltnak ugye amputálták a lábát, vagy meghalt, ez a jó, itt vagyunk, ez a helyzet, akkor innen megyünk tovább. És amúgy igen, egy kicsit talán furcsa is, hogy nekem, hogy nem mindenki így gondolkodik, hogy így akkor arccal így szembenézek azzal a szörnyűséggel, ami van. És ez így... Hát ez azért is van, mert ez óhatatlanul felveti a felelősségünk kérdését, hogy igen, most ott tartunk, ahol van felelősségünk abban, hogy ebből kihozzuk a maximumot, hogy ezt elfogadjuk, ezt a helyzetet, megküzdjünk ezzel a helyzettel, ne csak hátradőjünk, és azt mondjuk, hogy hát így jártunk. Ezen nekem, tehát még egy dolog, amiért szerintem a Biblia zseniális, ott van Jób. Tehát nekem az megint nagyon sokat segített. Tehát, hogy egy teljesen agyament gondolat mellettem van, amit már így 17 évesen megfogalmaztam, hogy arra gondolok, hogy lehetne rosszabb. Most ez egy ilyen nyakacsak tevkekel dolog, hogy Jobbnak ugye meghalt az összes gyereke, gyakorlatilag lenullázódott anyagilag, a háza is tönkrement, tehát hogy se feddél, se gyerek, se anyagi, az egészsége szintén tönkrement, és akik maradtak mellette, azok is ellene voltak. És akkor amikor belegondoltam, hogy meghalt Zsolt, oké, de nekem van tető a fejem fölött, a gyerekeim egészségesek és élnek, én egészséges vagyok és élek, és holnap is megélünk valamiből. Hát akkor nekem még mindig jobb. És ez így elég furcsa gondolatmenet, de hogy... Tehát, hogyha szerintem a Jobot megnézzük, és ahhoz képest azt nézzük, hogy lehetne rosszabb, hát szerintem mindenki azt mondja, hogy hát igazából lehetne jó rosszabb, és akkor ehhez képest, ami nekem van, az még mindig a jó. De szerintem ez egy nagyon fontos képesség. Szóval pont az, hogy képes vagy más szempontból nézni. Ez egy nagyon fontos képesség. Egy csomó ember nem rendelkezik ezzel, mert csak a saját nézünk. Ez egy nagyon fontos képesség. Nem biztos lehet, hogy eszközként használják. Például azért nagyon sokan használnak eszközként állapotokat. Aha. Tehát akár a gyászt is azt mondja, hogy na most végre figyelnek rám. Ja. Tehát most végre megsimogatnak, most végre megszólítanak. Igen. Tehát és azért, tehát ami nem baj, mert az is egy típusú vigasz, csak ebben mondjuk beleragadni. Tehát hogy van az, hogy ez egyszerűen eszközi, egy kártyává válik mondjuk ez a... Mondjuk azt, hogy másoktól a figyelmet így kapom meg. És itt megint az értékkérdés, tehát hogy magamtól vagyok-e értékes, mert én tovább mennék abban, hogy most így ez vagyok, hanem
Én már érzem, hogy jogom van létezni. Tehát jogom van annak lenni, aki vagyok. És ez hosszú idő volt megtanulnom, hogy nem a kitaszított van, vagy nem a periférián, hanem egyszerűen jogom van létezni, és örülni annak, amit éppen akkor megélek, hogyha az öröm van bennem. A vacsora után a desszertet ajánlom mindenkinek, ez a pisztáciás történet, ez nagyon komoly. Úgyhogy... Jogom van örülni a mostanában desszertet? Én most nagyon tudok örülni, igen. Hogyan vigyük el ennek az örömnek, ennek a jognak a hírét? Mindannyian így egy közös nevező bennetek, hogy mások szolgálatára tettétek fel az életeteket. Mit tapasztaltatok meg ez alatt? Bocsánat, hogy mindig Bibliát idézek, vagy gyakran. Azt mondja az Úr Jézus az egyik evangéliumban, hogy ne csak beszéd, de nyilván a hit az hallásból van, szóval Isten beszédének a hallgatásából, de hogy ha az emberek látják a másik embernek a cselekedeteit, akkor az lehet egy olyan világosság. Néha mondják, hogy a szavak ideje lejárt. Olyan is van, aki azt mondja, hogy nem hallom, mit mondasz, annyira hangosan beszélnek a cselekedeteid. Tehát, hogy más... Most hallottam. Igen, tehát, hogy más cselekszik, mint amit mond, és egyszerűen az nem jut el akkor a szívéig. De hogyha ha látják azt, hogy nekem van békességem, egy békétlen közegben, ha látják azt, hogy nekem van megelégedettségem, mert egyébként a világ Isten nélkül tengervíz. Iszunk, és egyre szomjasabbak leszünk. Nincs, ami betöltse, ami megelégítse. Egyszer egy asszonynak azt mondta az Úr Jézus, hogy az a víz, amit te adsz nekem, az egy olyan víz, amitől újból szomjas lesz az ember. De én adhatok neked valami olyan vizet, amit ha fogsz inni, akkor soha többé meg nem fogsz szomjazni. Mert mi most itt eszünk, és nagyszerű kaják voltak, de hogy ez a testnek a tápláléka. És a Biblia azt mondja, hogy lelkileg iszonyatosan anorexiás ez a világ. Azért, mert egyetlen tápláléka van, és egy kicsikét itt talán kizárólagosságot tart fel önmagának az Úr Jézus Krisztus, megtehető a világ megváltója. Azt mondja, én vagyok az életnek a kenyere. Azt mondja, aki hozzám jön, soha többet nem fog megéhezni. És aki bennem hisz, soha többé nem fog megszomjúzni. Akkor sem, ha börtönvilágában van. Akkor sem, ha kórházi ágyon ül, vagy fekszik. Mert ő valami olyasmit ad ennek a világnak, amire az egész világ szomjazik. Nem tudják, hogy mi kell ennek a világnak, pedig a világnak Jézus kell. És nagy felelősség a keresztény embereknek, akár egy ilyen beszélgetésben is, őt bemutatni. Tehát így én azt tudom mondani, hogy az üzenet az egy életforma. Tehát, hogy úgy élem a hétköznapjaimat ebben a nagy legóba, itt a világba beleilleszkedve, hogy lássák azt, hogy az én életemnek van egy ura. De ami jó, most nem a pisztáciás ütemére mondom, ez is jó volt, de ami az életben jó és nemes, azt az Isten megengedi, és igazából akkor lesz teljes. A gyermekem nevelése, a házasságom, a munkám, bármi, amikor Isten foglalja abba a keretbe, ami tulajdonképpen ő maga, és ő adja meg a tartalmat is. Hadd reagálják erre, tehát, hogy ami ugye nekem egy óriási megdöbbenés volt, hogy tényleg így, én nekem semmi más dolgom nincs, leülni, imádkozni, és hagyni, hogy az Isten majd elvégzi, és semmit nem kell csinálnom. És én bevallom, hogy az életemben így nem annyira, tehát én nem beszélek az Istenről, így ha megkérdezik, akkor elmondom, vagy szoktam mondani, hogy... Zászlót. Igen, magam már viszem a zászlót. Vagy néha mondom, hogy az, ahogyan a gyerekekkel foglalkozunk, hogy elfogadó környezetet teremtünk, hogy ez a kegyelem, de ennél többet nem. És ehhez képest mégis azt mondja nekem az egyik kolléganőm, hogy Hilda, én nem tudom, hogy te mit csinálsz meg, hogy van ez az egész spiritualitás, de csináld, légy, mert ez nagyon jó. És akkor azt mondom, hogy hát akkor ez tényleg. Ez így látszik, és ez a... Lehet, hogy nem is kell tudni, vagy nem kell ilyen durva viselkedési modelleket így, de hogy ezt le kell venni az emberekről, ezt a terhet. Tehát, hogy, és ez viszont a mi felelősségünk keresztényeknek, hogy levegyük a terhet, hogy nem így kell viselkedned, meg úgy kell viselkedned, hanem figyú, majd alakít. Ez szerintem, amit így üzenetként, hogy nem kell megfelelni viselkedési normáknak, hanem egyedül az Istennel vagyunk.
kapcsolatban, és az majd, tényleg ő majd elvégzi. Hát ez a lényeg. Összegzésként, Fati? Tehát itt most nagyon elhangzik a kegyelem és a vigasz ebben az egész beszélgetésben, és ezt mindenképp újra visszahangosítanám, hogy igenis tehát a kegyelem az olyan, amit így elfogadni is tudni kell. Tehát, hogy így szerintem eljön az életünkben az, hogy egy ilyen vigasz, egy ilyen átölelés lehessen. Az én szolgálatomra nézve az az üzenetem, hogy én igazából a döntés, és akkor megint visszamennék, hogy tehát én döntöttem, hogy én szolgálni szeretnék. És paradox módon a szolgaságomban van egy nagy szabadságom. Mert ebben a szolgaságban mindaz, amit így mindennel együtt, ami vagyok, az is egy ilyen értékelhető, vagy lehet, hogy csak egy valakinek, de az is mutat valamit, amire akár nézhet, mint irány. Tehát, hogy én szeretnék egy irány lenni, vagy egy előjárója annak amilyen úton járok, és aki jönne azután, tehát ugyanígy, és nem egy ilyen magasztosan látom magamat, csak azt mondom, hogy szerintem tartok valahova, és van egy irányom. És ebben az irányban nem vagyok egyedül, és a szolgálat az, ami megtart egyébként minden nap, hogy nem magamat szolgálom ki elsősorban, hanem azt, hogy így, hát van valami nagyobb nálam, ilyen, és ez meg az elfogadás, tehát akár az elmúlásnak az elfogadása, vagy a holnap nem létezésének az elfogadása. Tehát az elfogadás. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást erre a mai beszélgetésre. Önöknek pedig, kedves nézőink, hogy velünk tartottak, foglaljanak helyet az Agapé asztalánál a jövő héten is. Addig is Isten áldjon önöket.